Köszöntöm Önöket a Corvini Domini Egyesület értéktárában. Kérem nézzék meg értéktárunk egy értékes üzenetét. Én apai nagymamám, ő Mezőkövesden élt, és nagyon sokat töltöttem a nagymamával, aki egy férfi szabó mellett segédkezett, és ő tanított meg egyébként minden fontos alapra, ami szerintem ehhez a szakmához kell, akár a kezdve a gombfelvárástól, kezdve a szegőzésen és a hímzésen, kötésen keresztül, tehát minden, ami a kézi munkához tartozik. Volt hozzá türelmed gyerekkorodban is? Érdekes módon, hogy nagyon izgága kislány voltam, azt mondják, hogy ez nem múlt el, most is egy elég energikus ember vagyok, de valahogy ez a dolog az, ami le tud kötni. Uh-huh. Tehát ha én gyöngyözök, hogyha ilyen felvarrásokat készítek, például a kollekciónak az a lényege, hogy a maga a hímzést, azt Mezőkövesden készítik, tehát autentikus. A színeket én mondom meg, határozzuk meg, hogy egy-egy motivumon belül mi legyen, de gyakorlatilag ezek a minták sokszor kivágva applikáción keresztül kerülnek föl az adott ruhára, és mindig a lényeg a kollekciómnál, hogy modern formákat alkalmazok. Uh-huh. Tehát akár milyen bálba vagy eseménybe egy kosztümöt, vagy egy kis feketét, vagy egy nagy estélyt modern formában álmodom meg, és arra applikáljuk rá ezeket a népi, eredeti népi motivumokat.